mindennek van egy eleje és van vége. Lényeg a dolognak, ma reggel 8 órakor ez az ügyeleti központ bezárt. Utoljára fordult el a kulcs az árban az éjszakai műszak végén, a Vörösmarty utcai orvosi ügyelet épületénél Szekszárdon. A korszerűtlen helyiség helyett hétfőn sokkal modernebbek költöztek az eddig itt dolgozó orvosok. Ez pedig már az Ybl Miklós utcai felújított ingatlan, ahol a felnőtt és a gyermekházi orvosi ügyelet kapott helyet. Ezek mellett még egy házi orvos is itt rendel hétfőtől, az emeleten pedig a védőnők dolgoznak. Az 1700 négyzetméteres ingatlanra több mint 200 millió forint pályázati forrást köthetett a Tolnai megyeszékhely. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere azt kéri a helyiektől, hogy ezentúl ezeket a szolgáltatásokat már ne a régi helyükön keressék. A Vörösmarty utca is ki lett táblázva, ott is pontos útbaigazító táblák vannak, és mindenki arra figyeljen és tájékoztassuk egymást, hogy ma 16 órától az Ybl Miklós utcában van a gyerek és a felnőtt ügyelet. A mostantól itt dolgozó orvosok és védőnők már régóta várták, hogy beköltözhessenek a 21. századi körülményeknek minden tekintetben megfelelő épületbe, ami közvetlenül a kórház szomszédságában fekszik. Könnyebben megközelíthető a terület, van parkolási lehetőség, és hát nyilván a magasabb ellátási szintre való hozzájutás is, ha szükséges, akkor sokkal közelebb van, mint az előző helyeken. Az Ybl Miklós utcai orvosi ügyeleten délután 4 órától reggel 8-ig várják a gyermek és felnőtt pácienseket.